Egyre fontosabb a lakhatás kérdése. Az ingatlanárak és lakbérek emelkedése mellett az infláció és az energiaválság is nehezítő tényező. Sokkal nagyobb teher és felelősség hárul az önkormányzatokra is, hogy a nehezebb körülmények között élő lakosoknak is tudjanak segítséget nyújtani. A jó példák elismerése céljából hirdette meg az önkormányzatok a lakhatásért pályázatot a Habitat for Humanity Magyarország. A kisvárosok kategóriában Keszthely pályázatát ítélte a legjobbnak a zsűri. Az elismeréssel járó plakettet a Városházán adták át a szervezet képviselői Manninger Jenő polgármesternek. Három szempontból figyelte a zsűri a pályázatokat, szociális, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokból, és szerencsére mind a három szempontból teljesen helytállt a Keszthelyi önkormányzat, úgyhogy igazából ez ami mindenképp kiemelendő, hogy egy átfogó és tudatos gondolkodás és helye van a lakhatásnak a helyi önkormányzatnál. Keszthelyen majdnem 300 önkormányzati lakás van. 5 évvel ezelőtt azzal szembesült a városvezetés, hogy ezek közül mintegy 80 lakhatatlan. Önkormányzati és pályázati forrásokból felújításokat kezdtek, próbálták megfizethetővé tenni a lakhatást és elkerülni a kilakoltatásokat. A rászorulók lakhatási támogatást és részletfizetési lehetőséget kapnak a hátralékrendezéshez. A Keszthely pályázatban a meglévő intézkedéseket és a terveket, a megvalósítandó felújításokat is leírták. Több üresen álló önkormányzati lakás volt, amelyek hosszú idő óta vártak megújításra. Ilyen törekvéseink is vannak, illetve vannak már készen és felújítás alatt lévő lakások is. Szolgálati lakásokat szeretnénk építeni pályázati támogatással. Ez is már pályázat benyújtása megtörtént, 15 szolgálati lakást szeretnénk építeni olyan embereknek, akik szándékoznak itt nálunk dolgozni, de lakás problémáik vannak. Az önkormányzatok a lakhatásért pályázati sikerrel 4 millió forintot nyert Keszthely. Ebből az összegből 8 önkormányzati lakásnyílás záróit újítják fel.